180 kg-mal a nyakában végzi a láberősítő gyakorlatot a Nyíregyházi Atlétikai Centrum konditermében Bakosi Péter. A magasugró már a következő idényre készül, amely reményei szerint eredményesebb lesz számára, mint amilyen az idei év volt. 2021-ben 224 cm-ig jutott a sokszoros magyar bajnok, aki az elmúlt években gyakran küzdött sérüléssel. Ezúttal viszont optimistán vágott neki az alapozásnak. Lekapogom, semmi problémám nincsen, eddig menetszerűen megy a felkészülésem, remélem, hogy ki fog tartani a szezonig, és a szezonon is sérülésmentes lesz. 2022-re természetesen az a célom, hogy a világversenyeken részt tudjak venni, most ilyen feltételek mellett szerintem illene már egy egyéni csúcsot is ugrani. A nyíregyházi atléták már nagyon várták, hogy elkészüljön az atlétikai centrum, amely Bakosi Béla szerint nem csak az országban, hanem Közép-Európában is egyedülállónak számít. Nem véletlen, hogy az ugrószakák válogatott versenyzői is a Tiszavasvári úti létesítményben edzőtáboroznak. Körülbelül 40 év az, amiről álmodtunk, hogy egy ilyen létesítményben tudunk edzeni. Ki is beütöltük, mert az utolsó két év az nagyon nem jó körülmények között fogalmazik finoman, tehát nagyon hidegbe edzettünk, és igazából csak egy kis terembe, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó létesítmény, nagyon nagy segítségre szerintem a nyíregyházi, de nem csak a nyíregyházi atlétáknak, hanem a magyar atlétáknak. Ugye a példa is mutatja, hogy folyamatosan jönnek edzőtáborozni, jelenleg a utánpótlás ugróválogatott, és néhány kapos felnőtt versenyző edz Nyíregyházán. A KAP, azaz a kiemelt atlétikai program egyik célja, hogy minél több versenyző képviselje Magyarországot a 2023-as budapesti világbajnokságon. Előtte azonban jövőre a belgrádi feledpályás világbajnokságon, valamint a nyári müncheni Európa-bajnokságon és a jüzseni világbajnokságon bizonyíthatnak a magyar atléták. Most nagyon-nagyon kemény szintek vannak, főleg ügyesség számokban szinten azt mondhatnám, hogy ideális szintek vannak, de hát szeretnénk, hogyha kijutna a VB-re legalább két távolugró lányunk, és hát a Bakosi Péter személyében, illetve ott van még a Dani, de bízunk benne, hogy a VB szintre hátra megugorják a feledpályás VB szintet, illetve meghívják, ha nem is ugorják, mert nem meghívják őket. Hát a szabadtéren mindenképpen elvárások vannak, hogy több távolugrónk kerüljön ki, és több magasugrónk. A VB-re pedig hát meglátjuk az szabadtéri felkészülés, hogyan sikerül, de ott is szeretnénk részt venni néhány versenyzőnkkel. A válogatott versenyzők ebben az évben még visszatérnek edzőtáborozni, és Bakosi Péter is Nyíregyházán készül a feledpályás szezon kezdetéig. Bár a jövő évi versenynaptár még nem készült el, a feledpályás országos bajnokságnak minden bizonnyal az új atlétikai centrum ad majd otthont.